de mi most természetesen először a Putyin témával folytatjuk. A következő vendégünk Szigetvári Viktor, aki most már az Együtt frissen megválasztott elnöke is. Jó reggelt kívánok, gratulálok ehhez. Köszönöm. Önök hogy értékelik a tegnapi napot? Egy szükségtelen látogatás történt Budapesten, hiszen ilyen típusú megállapodásokat akar a kazanyi főkonzulátustól, akár egy korábban megkötött nemzetközi szerződés meghosszabbítását alacsonyabb szinten is meg lehetett volna tenni. Sajnos Orbán Viktor keletre igazodik, és nyugatra nem figyel eléggé. Én ellenzéki politikusként egy másodpercet sem gondoltam, hogy a Merkel meg a Putyin látogatás bármit megold a magyar ellenzék problémáiból, a magyar kibontakozás és a magyar válságkezelés problémáiból, de az egészen biztos, hogy egy olyan agresszor, akiknek az emberei éppen tegnap előtt is még lőttek Kelet-Ukrajnában, Magyarországon itt pompázatos fogadtatásban részesedik, ez nem a magyar nemzeti érdek, ezért az Együtt kritizálja azt, hogy egyáltalán így, ebben a formában valódi tartalom nélkül jött létre ez a megállapodás és ez a találkozó. Azt nyilatkozta a sajtónak a napokban a kormánytól nem túl távol álló századvégintézet stratégiai igazgatója, hogy az a tény, hogy itt rövid időn belül két nagyon fontos európai vezető is járt Magyarországon, Angela Merkel és Vladimir Putyin, ez önmagában felértékeli hazánkat, és látszik, hogy most mi milyen fontosak lettünk. Magyarország az Európai Unió tagja, a NATO tagja, és még sok más nemzetközi szervezet tagja. Nekünk a saját nemzeti önbizalmunk megerősítéséhez nem kell ilyen fejekhez fordulnunk. Nekünk van helyünk Európában. Az a probléma, hogy Magyarországon nem elég magabiztos a közösség ebben, hogy van helyünk Európában, van helyünk egy bőséggel polgárosodásban élő közösségben. Ezzel szemben Orbán Viktor szerintem rossz megállapodásokat köt, igazodni próbál. Szerintem Angela Merkel jó, hogy eljött Magyarországra, csak hát emlékszünk a sajtótájékoztatóra, ahol a egyik utolsó kérdése a miniszterelnök ostoba módon az illiberális állam koncepcióját, amelynek nincs hely az Európai Unióban, nem úgy megerősítette, hanem még ki is hangsúlyozta a német kancellár mellett. Azt a találkozót a tekintetben sikernek nem kell értékelni, és azt, hogy egyébként az Audi, az Opel és más német befektetők itt gyártanak és rengeteg munkahelyet teremtenek, az így volt már a Hon kormány idején, így volt egyébként az első Orbán kormány idején, és egyébként az utóbbi 10 évben is, azt meg így kell folytatni. Itt van ez a bizonyos 56-os emlékmű, amit megkoszorúzott tegnap Vladimir Putyin. Itt az 56-os a felirat szerint ellenforradalommal hősi halált halt szovjet katonák emlékművéről van szó. Az Együtt ezzel kapcsolatban kérdést tesz fel a miniszterelnöknek, és követelik, hogy derüljön ki, hogy mit tesz a kormány ez ellen, meg ki a felelős ennek az egésznek. De az egyik blog, a Kettős Mérce, az tovább is ment. Ők például feljelentést tesznek, mert azt mondják, hogy az új magyar törvényekben, a Fidesz kormánynak köszönhetően az alaptörvényben, és aztán egyébként pedig a múlt tagadására vonatkozó törvényekben is, ez büntethető tétellé válik. Hát nyilván a jogi részt azt meg kell vizsgálni, hiszen amennyire tudom, a hadisírok gondozásáról szóló szabályok azok speciális elbírálás alá esnek, és ezzel egy pillanatig sem akarom menteni azt, amire... Itt arról van szó elvileg, hogy aki a nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népírtás vagy más emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az egészen biztos, hogy rettenetes ennek a szimbolikája, hiszen Angela Merkel eljött Magyarországra a világégés 70. év lezárultának 70. évfordulóján, és fontosnak tartotta, hogy a magyar zsidó közösségek vezetőivel találkozzék. Hát nyilván német kancellárként ebben van feladata, hogy azt a megbánást, amelyet a Német Szövetségi Köztársaság bemutatott az elmúlt évtizedekben, azt itthon is hangsúlyozza. Ezzel szemben Putyin elmegy az 56-os forradalmat leverők emlékművéhez. Az szimbolikusan biztos nem jó, és ebben a magyar kormány valószínűleg nem kezdeményezte ezt, ha kezdeményezte, az végképp tragédia, de hogy nem tudta megakadályozni, minimum nem tudott ennek érdekében tenni, hogy legalább egy 56-os emlékműnél tegyen gesztust Putyin, próbálja ezt enyhíteni, ebben egy mentalitás tükröződik. Pontosan az a keleti agresszor mentalitás, amelyben nekünk tőlük gázt mindig kell venni, mert a magyar nemzeti érdek, hogy pénzért vegyünk gázt, de ők azt meg el akarják adni. Szimbolikus ügyekben elfogadni azt a keretet, amelyben Putyin értelmezi a világot, Putyin értelmezi a magyar-orosz viszonyt, azt szerintem hiba, és ez a találkozó, amelyre tegnap kolléganőm Hajdú Nóra is utalt a sajtótájékoztatón, az pont ezt mutatta.
Mit szól ahhoz, hogy a frissen Magyarországra küldött amerikai nagykövet ezen a napon az ukrán követség ügyvivőjét látta vendégül egyéb nagykövetek koszorújában, és arról beszélt, hogy mint önök is tudják, Putyin elnök ma Budapesten van, ez egy jó nap arra, hogy hogy Ukrajna szuverenitásáról és jövőjéről táplált reményeinkre összpontosítsunk. Az Amerikai Egyesült Államok aktívan részt vett abban a rendezési kísérletben, amely megkezdődött, és remélem sikeres ez, de hát rengeteg nehézségtől sújtott ezekben a napokban. Szerintem ez egy fontos gesztus az amerikai nagykövet részéről. Őt próbálta akár a kormánypárti sajtó, vagy most már kicsit bonyolultabbak a viszonyok, mert a volt kormánypárti oligarchához kötődő sajtó, így kell mostantól Mondjuk ez se annyira egyszerű, mert Simicska Lajos éppen adja el részesedését ezekben a sajtóban. Hát az inkább szerintem csak a gazdasági versenyhivatalról és az NMHH-ról szól, hogy taktikailag ezt kimozogja, de a lényeg, ez csak egy inkább ironikus megjegyzés akart lenni. Én azt gondolom, hogy Colin Bell egy fontos gesztus tett nem csak az ukrán nép fele, hanem a magyar közösség fele is, hogy őt, akit egy a belpolitikában vagy a nemzetközi politikában eligazodni képtelen embernek festettek le sokan, akik egyébként őt nem ismerik, nem találkoztak vele, és azt is gondolják, hogy esetleg az amerikai érdeket rajta keresztül ne tudná az Amerikai Egyesült Államok érvényesíteni, hogy ez nem így van. Nagyon fontos és nagyon okos gesztus volt szerintem ez a dolog, és én abban bízom, hogy nem megoldja az ellenzék problémáit, azt nekünk politikusoknak kell megoldani, hogy a magyar válságra jobb válaszokat adjuk. De az biztos, hogy az Amerikai Egyesült Államok figyel arra, hogy mi történik Magyarországon, és nehéz lett volna szerintem okosabb, finomabb gesztussal kitalálni azt, hogy mit kell tenni egy új amerikai nagykövetnek. De hát ez egy egyértelmű kritika is a magyar kormány felé, hogy egyáltalán itt lehet Putyin elnök ebben a helyzetben. Így van, hát erre utaltam az elején, amit mondtam, hogy egy olyan államfő érkezett Magyarországra, aki jó néhány hónappal ezelőtt az ő emberei, az ő általa biztosított fegyverekkel egy turista utasszállító gépet lőttek le Kelet-Ukrajna felett. Egy olyan ember jött Magyarországra, aki miközben befordult a Kodály-körönden a Fiumei út fele, éppen az ő hozzá kötődő csapatok, meg az ő fegyvereikkel harcoló szabad csapatok éppen megsérteni látszottak a tűzszünetet. Magyarország egy olyan dologhoz adott kulisszát, Orbán Viktor egy olyan dologhoz asszisztált tegnap, mert még egyszer mondom, egy államtitkár meg tudta volna kötni a Seremetyevói reptéren azt a T-Corp szerződés meghosszabbítást, amely egyébként fontos, ha ezt kérdezi, jó, hogy aláírtuk, de nem kívánta ezt a kulisszát, főleg nem azt, hogy az egész ország és az egész város legyen zárva. Bár az elején gratuláltam ahhoz, hogy elnökké választották az Együttben, és azt is mondta ebből az alkalomból, hogy arra törekednek, hogy az ellenzék megújulását meghatározhassa a jövőben a párt. 1-2%-os népszerűséggel hogyan? Ugye ebben az ügyben mi azok vagyunk, akik túléltük a tavalyi évet, és most már elég aktívan, a korrupciós küzdelemre fókuszálva megyünk bele 2015-ben. Juhász Péter ezért alakít országos mozgalmat. Az a célunk, hogy azok az emberek, akik esetleg az Együttben nem akarnak pártakként bejönni, de egyébként Barcson, Máté Szalkán vagy Szombathelyen azzal szembesülnek, hogy a fideszesek lopnak, és netán ehhez szocialista vagy más párti önkormányzati képviselők asszisztálnak, ők nekik adjunk jogsegélyt, adjunk tanácsot abban, hogy mit tudnak tenni, és egyébként a saját pártunkat megerősítjük ebben, hogy hány százalékon állunk, most itt állunk, szerintem holnap után erősebbek leszünk, van, aki 4%-ot mér, nekem egy dolgom van. Ezt a közösséget, amely szerintem hozzáad a magyar politikához az egyenes, őszinte, manipuláció és hazugság nélküli realista beszéddel, ezt megtartsam, és küzdjünk kőkeményen a korrupció ellen együtt Juhász Péterrel, Szelényi Zsuzsával és Pápa Leventével vagy másokkal. De ez a közösség most éppen tovább erodálódni látszik azzal, hogy Kónya Péter és Székely Sándor kilépett, és felszólították a szolidaritás mozgalmat, hogy ne hosszabbítsák meg az együttműködést az Együttel. Én ezt fájdalommal vettem tudomásul, hiszen amióta Kónya Péter országgyűlési képviselő közismert, hogy én nem lettem országgyűlési képviselő, mert én azt gondolom, hogy a saját közösségemet vezetőként más pozícióban tudom a legjobban szolgálni, és ez nem akadályoz meg abban, hogy önnel tévériportokban vagy másokkal beszélgessek. Kónya Péterrel egyszer tudtam találkozni, mint országgyűlési képviselő. Ő a saját embereit, a szolidaritás mozgalomból, a pártunkba pártakként belépett embereket hagyta cserbe, csak hogy értse, innen néhány méterre Kispesten egy szolidaritásból jövő alpolgármester dolgozik, Budapest szerte tele vannak az önkormányzatok olyan önkormányzati képviselőkkel, akik ebből a balról jövő, őszinte felháborodással az elmúlt 15 évvel viseltető emberekből jövő mozgalmat képviselik a mi pártunkban. Pártunk parlamentjét Sértő Radics István vezeti, aki a szolidaritáshoz tartozik, Vajda Zoltán, aki a magányugdíjpénztár ellen tüntetett tagja ennek. És ön biztos abban, hogy a felszólítás ellenére ők továbbra is maradni fognak? Én azt gondolom, azok, akik a szolidaritásból a mi pártunkban dolgoznak, Sértő Radicstól, Vajda Zoltánon át sokakig, ők ott maradnak,
Kúnya Péter nem nyújtott teljesítményt a közösségünk szolgálatában az elmúlt időben. Én inkább örülök annak, hogy ő távozott, mert könnyebben tudunk folytatni előrelépéssel utat. Köszönöm szépen, hogy eljött.